Na, sziasztok! Visszatérünk a Linuxos témára, viszont egy eléggé szomorú okból kifolyólag. Ami pedig lenne az, hogy elérték vajon a Linuxot is a szankciók? Ez sajnos nem teljesen kérdőjeles ez a történet, majd meglátjátok, hogy miről van szó. Úgyhogy, hát ez egy elég szomorú téma, és még így az elnöki ciklus végére megtörtént, meg pont be volt időzítve. Na, viszont térjünk is a lényegre. Egy-két dolgot kell tudni a Linuxról, most nem fogunk egy Linux összefoglalót tartani, de nyilván mindenki tudja, hogy ez egy nyílt forráskódú rendszer. Az emberek többsége ezt nyilván úgy érti, hogy ingyenes, de ez a szabad szoftver, ugye a free nem azt jelenti, hogy ingyenes, nem szabad, a nyílt forrású pedig azt jelenti, hogy az egészet, mit tudom én, a hálózati kódnak a részeit, itt így megláthatjátok, hogy melyik Ethernet driver, vagy a Ethernet architektúra hogyan néz ki, és így szó szerint elolvashatjátok a C-ben írt, illetve most már kicsit RAS-ban is sajnos írt programját. Jó, ez jelenti az open source, és persze nem csak olvasni lehet ezeket, hanem bárki küldhet vele ilyen változtatásokat, mint az mindenki számára talán remélem közismert, hogy amikor a Linus Torvalds ezt magának csinálta, akkor ezt kitették publikusba, és az egész közösség összefogott, és ebből lett a Linux. Na már most, viszont ez nem úgy működik, hogy csak úgy fogom magam, azt elkezdek itt tirkálni ezekbe a fájlokba, hanem ugye itt a verzió kezelőben még az is közben látszik, hogy vannak ilyen úgynevezett pull requestek. Úristen, ezt például nem is láttam, na mindegy. Jó, na mindegy. Szóval, vannak ilyen pull requestek, amikor olyanokat kértek, hogy valami voldosítást csináljátok a Linuxba, akkor az nem csak úgy bekerül, hanem kérni kell, tehát requestelni. És az történik, hogy megírod te a programodat, mondjuk azt mondja, hogy a Windows-oknak való referenciákat, és akkor lehet látni, hogy vannak bizonyos programok a drivereknek a help szövegébe, és ott a driver ugye valamikor meg volt írva Windowsra, és valaki betette a Linuxba, és lehet látni, hogy itt még a helytelen szöveg szerepel a szövegben, és kicserélték Linuxosra. Tehát ez most nagyon egyszerű jellegű hívajavításról van szó, de lehet látni ilyen minuszokkal, pluszokkal, hogy miről mi változott. Jó? Tehát ilyeneket kérhettek, na de vajon ki engedi ez be? Régen nyilván, amíg kicsi volt ez a projekt, a Linus Torvalds személyesen az összes ilyennel tudott foglalkozni, de végtelen sok ilyen pull request van. Szóval az a helyzet, hogy ezt úgynevezett maintainerek csinálják. Most itt van egy ilyen rövid leírás, hogy mit jelentenek ezek a Linux rendszer mag maintainerek, és miért kell nekik a segítséged. Tehát a karbantartók, illetve akik felügyelők a Linux rendszer mag fejlesztésében, talán a felügyelő az így jobb szó, bár karbantartónak szokták kifordítani ezt, lefordítani, azok, akik több ezer fejlesztőtől fogadják be a forráskódokat, tehát ezeket a kérvényezéseket, ellenőrzik hibákért, megnézik, hogy megbizonyosodnak róla, hogy nincsenek regressziós jellegű hibák. Ugye a regresszió azt jelenti, hogy olyan hiba, ami már a rendszernek egyszer része volt, előfordult már korábban, vagy akár mindig is része volt, de már megjavításra került, és ez a legfontosabb, hogy egyszer már meg lett javítva, akkor hogyha ez újra előjön, akkor azt regressziónak hívják, és mivel az a hiba már ismert volt, és föl van listázva, ezért tudnak konkrétan rá tesztelni, úgyhogy megbizonyosodnak róla, hogy nincsenek ilyen regressziók, koordinálják a kódnak és a patcheknek a beérkezéseit, illetve a különböző egyéb ilyen karbantartó felügyelő, amik ezért vagy azért felelnek a rendszeremagba, mindenki egy adott részért felel, és azok közötti munkát is koordinálják, illetve az alattuk lévő fejlesztőknek a patcheit is koordinálják, mert ugye nyilván lehet, hogy ketten is be nyúlkálnak ugyanabban a részbe, ez persze a Git verziókezelő megoldja, tehát ezeket a kódkonfliktusokat alapvetően jelzi, de az, hogy mi legyen az eredmény, ha mondjuk két ember máshogy áll hozzá ugyanahoz a részhez, azt nyilván ez az ember dönti el.
Tehát van egy hierarchia, ez nem egy flat szerkezet, ez nem egy anarchia, amikor a Linuxot fejlesztik, hanem erősen hierarchikus, és ez valamikor meritokrácia alapján működött, tehát a meritokrácia az azt jelenti, ez nem demokrácia, hanem akkor kerülsz helyzetbe, ha ügyes vagy, de nem ügyeskedő, hanem konkrétan jó fejlesztő, okos, értesz a C-hez, értesz a szoftverfejlesztéshez, algoritmusokhoz, hardverekhez, bármi. Akkor kerültél a megfelelő pozícióba, hogyha sokat letettél az asztalra, és ugye nem csak az van, hogy ezekhez értesz, hanem le is teszel sokat az asztalra a Linuxért. Na, régen ez sokat emlegetett dolog volt, ez a úgynevezett meritokrácia, a Linus Torvalds is sokáig mondta ezt. És hát a fontos dolog, hogy több ezer embertől is esetleg fogadják be a patcheket ezek a karbantartók, illetve felügyelők, kódfelügyelők. Emellett ez még mindig csak a fun rész, tehát ez amit élveznek, amit kevésbé élveznek, hogyha egyet nem értés van, vagy pedig például a hardware vendorokkal és a userekkel közötti beszélgetéseket le kell folytatni, meg kell a hardware cégeket győzni, hogy open source-olják a drivereiket, ugye nagyon sokszor nem akarják ezt open source-olni, akkor oda kell hozzájuk menni, ott be kell kopogtatni, asszisztálják a többi fejlesztőt, hogyan kell lebuildelni egy drivert, tehát hogy mondjuk a videokártya driverét, hogyan buildelitek le, és mondok egy példát, amikor a Linux régi GPU driverében, egy régi ATI, még a, valóban ATI nevű, nem AMD ATI, hanem még sima ATI volt, videokártya driverében nekem találtam egy regressziót, méghozzá az is regresszió, hogy nem hibás lesz, hanem lelassul, azt is egy regressziónak nevezik. Olyat észleltem, és akkor például egyik ilyen maintainer, karbantartó kódfelügyelő volt az, aki segített ezt így behatárolni, és úgynevezett biszektálással ugye behatárolni a hibát időben, hogy az mikor került be. Mert én viszonylag későn vettem észre, akkoriban az még, nem tudom, biztos van olyan oprendszert használtam, hogy ilyen ritkában voltak update-ek, és egyszer csak észrevettem, hogy hoppá, most már lassú lett. Ja, akkor még talán Ubuntu-t használtam. Ugye az Debian alapú, és nem ilyen Arch Linux-szerűen folyamatos rolling release, hanem időnként vannak release-ek. És itt az a történet, hogy oké, az például, hogy hogyan buildeled az egész kernelt, hogyan tudod behatárolni a hibákat, ami mondjuk a te gépeden jelenik meg, abban is segítenek. Ugye itt erre mondják, hogy a usereknek is konkrétan segítenek. Tehát még a hardware, nagyon sok ilyen emberi kommunikációs dolgot is csinálnak, és ez nagyon fárasztó méghozzá annyira, hogy van egy úgynevezett maintainer fatigue, tehát egy maintainer fáradtság, vagy kiégés, ami egy fogalom a Linuxnál, az azt jelenti, hogy sokáig, mondjuk évtizedekig valaki karbantartja egy részét a Linuxnak, mondjuk a X-szervere kapcsolatos részeket, és akkor azt mondja, azon belül is sok maintainer van, de mondjuk egyik ilyet, és akkor ugye ilyen évtizedeken keresztül ezt csinálja, és már teljesen belül az egészben, mert ugye napról napra jönnek ezek, hogy emberekkel kell foglalkozni, kóddal kell foglalkozni, közben nagyon sokszor ezt ingyen kell csinálni. És ugye páran ebbe így kiégnek, és nem mindig van utánpótlás. És erre mondják, hogy ugye nagyon fontos ezzel foglalkozni. Na már most ugye elbeszéltünk arról, hogy egyáltalán miről szól ez az egész történet, ezt letesszük ide a végére. Van egy ilyen listája ezeknek a maintainereknek, tehát ha a Linux projektnek ezt a maintainers file-t megnézitek, egy ilyen neve, ez egy text file, akkor itt szépen le van írva, hogy mit, melyik nevű ember, milyen e-mail címmel, mit csinál, és melyik részeket tartja karban, akár egy darab file van ott, akár pedig komolyabban le van írva, hogy ez például a nem tudom melyik driver, vagy a X-nek egyik része, a Wi-Fi kártyáknak, a driver architektúráknak melyik része, stb. 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 Ugye 802.11 ez pont ilyen Wi-Fi-s történet. Jó? Úgyhogy van egy ilyen sima szöveges fájl, amiben le vannak írva, hogy kik azok az emberek, akik eldönthetik, ugye, hogy bemehet a kód, vagy nem. Nyilván ez ennél azért kicsit jobban automatizált, de ezen alapszik az automatizmus is gyakorlatilag. És egyszer csak jött egy ilyen patch, most kanyarodunk oda, amivel valóban a lényeget tartalma a videónak, hogy a maintainer file-ba azt mondja, hogy néhány bejegyzést kiveszünk különféle compliance
követelmények miatt. Ugye a compliance az ilyen megfelelőség követelmények, tehát compliance olyan szóhasználattal szokták használni, például az ISO megfelelőség, meg ilyesmit, tehát ilyenekre gondoljatok. És nagyon érdekes, hogy különféle megfelelőség miatt el gyakorlatilag kiszedtek karbantartókat, maintainereket, ilyen kódfelügyelőket. És akkor itt van egy csomó név, meg ugye nagyon vagy miért felelt, tehát hogy például a Acer Aspire, az ugye egy ilyen laptop, mindenki ismeri ezt a márkát talán, beágyazott vezérlőjének a driveréért felel, és akkor itt van az, hogy melyik fájlt. Az ARM típusú dolognál, akkor ez nem laptop, hanem itt van tablet, szóval értitek. De ezt már én is hallottam ezt a nevet, nincs ilyen, nem csak ugye hallottam például, a boltba tudsz ilyet venni. És akkor itt van a név, megint valami, nem tudom kicsoda, Iván, akárki, meg Alexander, nem tudom kicsoda, Szerg, Szemin, Szerg, az ugye kétszer is, ja, mert ugye a nevét két helyen is volt, Dimitri, Szergei valaki, és hát elég sok embert itt eltávolítanak, és mondom, itt vannak média driverek, ilyen lib ATA driverek, valami régi ilyen hard drive-okhoz, SATA, ugye a SATA-t is talán érdekli mindenki, hogy a SSD-khez, meg a hard drive-okhoz való valamilyen demultiplexer, mit tudom, milyen driver, ARM és Cirrus Logic, ARM architektúráért felelős, aztán megint egy másik média driver, elég sok minden, tehát nem úgy néz ki, hogyha így hirtelen egy szűk területre korlátozódna ez az egész történet, és ha ide azt írom, hogy file system, akkor például UFS file rendszer karbantartóját is ugye a nem tudom, másik Ethernet-tel kapcsolatos valamelyik driver. Tehát elég sok random dolog van, és ugye a progress bar-on látszik azért elég nagy méretű ez a file. Elég sok ember ugye el lett távolítva. De egy dolog közös bennük, ugye .ru, tehát orosz e-mail címük van, hát, mert hogy ők oroszok. És ezért lettek most kidobva a fejlesztői közösségből, méghozzá erről a elég prominens pozícióról, amit hogyha ezt céges gondolkodásba lefordítotok, az a tech lead és a projektmenedzsernek egy-két feladatát is végző személy. Tehát eléggé magas szerepkörei maintainer, úgy a Linux kernelbe, hogyha ezt egy ilyen hagyományos szervezetre próbáljátok így mentálisan lefordítani. És az a közös pont bennük, hogy ugye oroszok. Jó? Hát ez érdekes, érdekes. És ugye embereknek feltűnt, hogy mi történt, vajon mi történt? És elkezdték megkérdezni, hogy miért kell pont a oroszokat kidobni ugye a Linux kernelből, főleg akkor, hogyha egyébként előbb olvastuk, hogy van ez a maintainer fatig, és alig találni embert valakinek a helyére, és most itt tucatjával dobáljuk ki azokat, akik valóban hozzáértők, és majd fogjuk olvasni, hogy néha akár 20-30 év tapasztalattal is rendelkeznek a Linux fejlesztésében. És akkor a Linus Torvalds is reagált erre, ez a LKMR, ugye a lóros, nem, ez a lorkernel.org-on volt, és azt mondja, hogy oké, nagyon sok orosz troll keveredett ide, és azt mondja, hogy teljesen világos, hogy miért vannak ezek a változtatások, nem lesz revertálva, mert ugye valaki, ja, tettek egy olyan pull requestet is, szintén egy ilyen kérést, hogy tegyük vissza ezeket az embereket. Szóval nem lesznek visszatéve ezek az emberek, és ha akármennyi névtelen akkontot is csinálhattátok egy orosz troll gyárakban, akkor sem lesz visszacsinálva, és for your information, aki nem troll farm valaki, annak is mondom, hogy ez a különféle compliance, megfelelőségi kritériumok, ez nem csak egy amerikai dolog. Ha nem hallottál még az orosz szankciókról, akkor próbálj meg híreket olvasni valamelyik nap, és a hírek alatt nem ilyen orosz propagandát értek, hanem nem ilyen államilag támogatott dolgokat. Szóval, hogyha ilyen revert visszaállítási patchet küldtök, hogy ez ugye visszategyék ezeket az embereket, hogy tudjanak segíteni a Linuxnak, akkor kérlek, használjátok a bármit is, ha mondtok, ami ti agynak neveztek, az a kis furcsa dolog, más az ilyen, mint a másról, meg ilyesmit, ilyen puha dolog, az a puha anyag, amit agyazoknak gondoltok, ilyen finn ember vagyok. Szerintetek
támogatom az orosz agressziót. Nem csak a valódi hírek nem jutnak el hozzátok, hanem a történelem sem, a történelem tudása sem, és akkor Linux. Szóval sajnos a Linux is, azért mondom, hogy sajnos, ugye belement ebbe a történetbe, tehát ráválaszolt, mert majd látni fogjuk, ez nem a Linux alapítványától, és nem is a Linus Torvalds-tól kezdeményeződött ez a történet, hanem még a Biden adminisztrációnak így a vége felé egy Section 14, nem tudom, 007, hogy valami hasonló intézkedés életbe lépése erre az időszakra volt időzítve. Ugye ez október 23 környékén van, tehát október 20-as hétnél történt ez meg. Igazából már szeptember óta érvényesnek kéne lennie, de hát ugye kicsit késtek. A lényeg az, hogy a Linus itt arról kommunikál, hogy ő nem áll bele abba, hogy megvédje őket, de nem ő volt a történetek forrása, ezt meg kell mondanom, mert ugye az a baj, hogy mivel így reagálta le, rögtön azt hitték az emberek, hogy konkrétan ezt ő is találta ki, ő kvázi csak nem akarja megvédeni őket, de azért nem így kellett volna ezt valahogy csinálni. Mert ez így, nyilván ebben benne van ez a, hogy hívják, elv, a kollektív bűnösség elve, amit a második világháborúnál alkalmaztak, hogyha valakik elkövetnek statisztikailag általában bűnöket, akkor azt az egész népcsoportot kell büntetni. Na már most ezzel kollektív bűnösség elv alapján érdekes módon a szovjetek is büntettek németeket, ugye voltak ezek a német kitelepítések itt a faluban, sőt itt a háznak a padlásán konkrétan kicsit abba az irányba, van egy nagy faláda, és abba, akik itt laktak egyébként, azok is nekem így a családhoz tartozók, tehát hogy családon belül vettem ezt a házat annó, és volt annó egy ilyen kitelepítés hullám, hogy abba az egy ládába, amit belefér, azzal föltesznek egy vonatra, aztán irány mehetsz haza Németországba, annak ellenére, hogy ugye a török háborúk után, ugye a Mohácsot követő évszázadok kiürítették ezt a területet, és itt a leírások alapján talán két, vagy maximum három család maradt egyáltalán életben a faluban, tehát ezért kerültek a svábok bekerekítésre. Ugye később a világháború után egy kollektív bűnösség elve alapján ezeket mind megpróbálták visszataloncolni. Ebben a faluban ez azért nem történt meg, mert nyilván itt bányák működtek, és hát mit ad Isten, éppen az összes sváb az a bányába dolgozott, szóval ez egy ilyen történet volt, hogy hirtelen senki nem végezte volna el a munkát, és akkor itt a környéken ugye a falvak megmaradtak. Egy-két helyen voltak hasonlók, de elég sok helyen mentek ezek a kitelepítések. Aztán fordítva, ugye a felvidéken voltak ezek a Benes-féle dolgok, amikor a magyarokat telepítették át, meg lehetetlenítették el, ugye mindenféle hasonlókakra hivatkozva. De ha nagyon úgy gondoljuk, akkor maga az az egész eljárás, amit maguk a nácik is használtak, az is sajnos, ha úgy vesszük, ezen az elven alapul, mert hogy ők meg ugye avval indultak ki, hogy a gazdasági visszaéléseket mindig egyfajta népcsoport okozza, úgy szerintük, és akkor hát nyilván ezt hogy kéne megoldani, és akkor erre voltak ilyen lőzünk, olyan lőzünk, és a végén egy end lőzünk, tehát ilyen végső megoldás, ami ugye mindenki számára közismert, hogy micsoda. Tehát az, hogy ilyen akár vélt, vagy akár valós bűnöket, így kiterjesztesz egész népcsoportokra, ugye ennek ez a neve, hogy kollektív bűnösség elve, és hát sajnos itt az látszik, hogy ez kiviláglik, hogy valamire támogatásra került. Ugye ez azért fontos, mert hogyha most például ugye ma volt ez a új elnökválasztási történet a USA-ban, lehet, hogy a szankciók így visszavonásra kerülnek, de nem biztos, hogy ezek a fejlesztők például így emiatt is valaha is visszakerülnek, mert ugye a Linus is ugye úgy állt hozzá, hogy nem lesz ez revertálva, habár nem ő kezdte el ezeket így kidobálni, hanem ennek megfelelési szükségessége van. Na nézzük meg, hogy milyen megfelelésről van itt egyáltalán szó. Igazából itt a Lunduxot kell kicsit megdicsérni, mert ő ment ennek utána, hogy van ez a 14071-es executive order, tehát elnöki döntés, ami arról szól, hogy megtiltja bizonyos információs technikai és szoftver szolgáltatásokat a oroszoknak. Ugye ez konkrétan orosz ellenes szankció az USA-ban.
És ugye itt vannak olyanok, hogy mikre vonatkozik. Igazából ez a pont az, ami vonatkozik, hogy egy bármilyen az Amerikában működő service provider, ha aláír egy szerződést, itt a fontos dolog, orosz céggel, egyébként nem csak céggel vannak, hanem mindenféle individuális emberekkel is, de most ebben az egészben nem megyünk bele, dizájnelni vagy engineeringelni egy custom szoftvert, akkor ugye az a történet van, hogy akkor egyszerűen szankció alá esik. Na már most, ez elsőre furán hangzik, mert ugye ez egy open source, nyílt forráskódú, legtöbbször ingyenes szoftver, tehát milyen szerződésekről van itt szó, és van erre az a baj, a USA-ban van ez a precedens jog, tehát hogyha egyszer valamire van precedens, akkor arra lehet hivatkozni, és ha a GPLS dolgokat megtöröd, akkor az egy szerződésnek számít-e, és az a baj ebbe a jogi hercehurcában itt két cég között, ami valamelyik egyiknek a másiknak a GPLS-ével kapcsolatos volt, kimondta a bíróság, hogyha egy GPLS szoftverbe akár maintainer, vagy akár ilyen erősebb heavy contributor, az megfelel annak, mintha szerződésben állná, csak ugye nincsenek monetáris hozadékai, de hogy ez megfelel szerződésnek. Tehát mivel van ez a precedens, és ez a szankciós történet, ezért itt bizonyos pontok akár az individuális embereké, akár pedig a cégeké, ugye fennállnak, és innentől kezdve szankciók alá esnek GPLS szoftverek. Na most, emberek még azt is megkérdezték, hogyha például ez nem vonatkozik a kínai történetre, egyébként oda is próbáltak pull request-et csinálni, hogy vonatkozzon, és az lett, hogy azért nem, mert ugye bár ez ilyen Office of Foreign Assets Control, tehát ilyen OFAC listán van, szankció listán, a például a Huawei, ugye ezt lehetett talán itt magyar médiában is hallani, a Huawei-re ez azért nem vonatkozik, az, hogy ők a Linux kernelben ne tudjanak kódokat tenni, mert ugye sok Huawei-es dolgozó is dolgozik a Linux kernelben. Őrájuk azért nem vonatkozik az ilyen jellegű szankció, mert ez csak oroszokra vonatkozik, ez amit előbb néztünk. Tehát ide be van konkrétan írva, hogy Russzia. Na, onnan be van konkrétan írva, hogy Russzia. A Huawei-es listán pedig az van, hogy technológiát az USA-ból nem szabad ezeknek a cégeknek kiadni, tehát ők adhatnak be technológiát. Itt egy érdekes dolog fönnáll, hogy ennek folyamán végül is, viszont ha a Huawei csinál egy GPLS projektet, akkor te, mint USA állampolgár viszont nem tehetsz bele szoftver módosításokat, ami nem biztos, hogy sok embernek nyilvánvaló, és nyilván a USA nem fogja ezt annyira szigorúan venni. Persze kivéve, hogyha mondjuk ez a GPLS, mondjuk katonai szoftver vagy valami, akkor egyébként ezért piszkálhatnak, akkor is, ha open source a történet, ami megint csak egy olyan dolog, hogy mondjuk, fú, ez kicsit durva. Na mindegy. És nagyon érdekes ez a story rész is. Aztán azt mutattam, hogy a Linux mit reagált erre. Ja, és persze itt is van arra, hogy ezt is mutattam, hogy miért vonatkozik. Egy teljesen másik történet, hogy gondoljunk abba bele, hogy ez vajon véletlene? Mert most azért ezzel a húzással elég erősen gyengül most a Linux. És megjegyzeném, nagyon fontos, hogy szintén hasonló adminisztrációban, ugye ez még az Obama-nak az idején van, az NSA ugye a Linux Journal-t egy extrémista fórumnak nevezte, és megjelölte a olvasóit arra, hogy külön megfigyelés alatt álljanak a titkosszolgálatoktól. Másik ilyen hasonló történet, amikor azt mondja, hogy Obama a Linux usereket extrémistáknak, tehát szélsőségeseknek nevezte, deklarálta. Ilyenek is ugye voltak abban az időszakban, és ugye külön tervet dolgoztak ki állítólag itt, hogy hogyan lehetne mitigálni az ilyen jellegű dolgokat, ami esetleg az államra káros lehet az USA-nak. Szóval az a baj, ez lehet, hogy konkrétan valami ilyen terv része is, nem konkrétan Linux-nek a meggyengítése, hanem tényleg ők megpróbálják ezt megmagyarázni maguknak, hogy ez a egyéb szuperhatalmak hogyan ne tudják használni a Linuxot, csak ugye ez az open source jellegnek minden embernek árt,
hogy ilyen próbálkozások vannak, és sajnos teret is engednek. Jó. Hogyan reagáltak erre az oroszok? Náluk van egy minisztériuma a szoftverfejlesztési, nem tudom miknek, vagy valami hasonló. Na az a minisztérium, az előállt egy javaslata, hogy csinálnak egy saját Linux community-t. Nem leforkolják a Linuxot, mert ugye bárki leforkolhatja a Linuxot, hogy ennyiféle Linux létezik, mint a franc, és a kernelt is igazából elvileg bármikor leforkolhatnád. De az a történet lényege, hogy nem egy forkról beszélnek, hanem egy Linux community, tehát ahhoz hasonlót, mint a Linux Foundation kéne csinálni nekik csak orosz változatban, és ugyanúgy lennének mögötte támogatások, pénzügyi támogatások, mert ugye a Linux Foundation elég sok pénzügyi támogatást is ad a maintainereknek, a nagyobb szintűeknek, úgyhogy ez nem csak azt jelenti általában, van aki ingyen dolgozik, van aki nem, meg vannak a nagy cégek is, amik néha beállnak mögé, és egy ilyen hasonlót próbálnak gondolni. De most ebben az a baj, hogy ez fragmentációt okoz, mert eddig az összes ilyen jellegű forrás egy helyre ment, ugye ez a nemzetközi alapítványos helyekre, meg nem pont egy helyre, teljesen ez sem igaz, de szóval azért egyfele tartott, most ennek lesz egy széttartása, és hát nyilván ez nem tudja ugyanakkor a hátszélre folytatni működését, mint a Linux alapítvány, meg az összes korábbi szervezet, de ez most egy nagyon rossz hír egyébként az egész nemzetközi közösségben. Aztán itt az van, hogy utána nem állt meg itt a történet, hogy kidobtak embereket, és azt mondja, hogy én is egy ilyen orosz troll vagyok, szóval leveszem magamat a maintainer listáról, ez a Alexandre Mezin minta, és én egyébként sem volt olyan nagy driver maintainer. És akkor valaki írta, hogy nem fogadok el politikai állásfoglalásokat a Hardware Monitor szisztembe, írjon valami más commit üzenetet. Ugye ez nem a kódba kerül, ez csak a, hogy miért kerül ő ki a listából, de marad ennek is egy nyoma, hogy azt írja, hogy orosz troll. És akkor erre válaszolt, hogy tudsz valami más patch leírást adni ennek, mert én nem tudok semmit, ami nem politikai lenne, mert hiszen ez nyilván egy politikai téma, hogy ő is orosz, és nem akarok már pecseket beküldeni. Itt az Armin Wolf az mondta neki, hogy feltételezem, tényleg nem vagy orosz troll, tehát hogy nyilván sok ember, akit orosz trollnak minősített, a Linus Torvalds is, azok is lehet, hogy csak kifogásolták, hogy mik történnek, és csak offended vagy a Linusnak a kommentjére, és akkor azt mondja, hogy bizonyítékot nélkül orosz trolloknak nevez embereket, akiknek nem tetszett ez, hogy csak így kidobálták az oroszokat. És szomorú, hogy maintainereket vesztünk el ezzel, tudunk-e valamit csinálni, megváltoztatod a véleményed? Azt mondja, orosz vagyok, troll vagy nem, az függ attól, hogy mire gondolsz, de nem akarok kontribútálni már soha. Azt mondja, ez csak egy hobbi volt nekem, nem akarok most már hozzátenni a Linux kernelhez. Aztán volt még egy ilyen, hogy goodbye-t mond valaki a Linux community-nek, egy önkéntes. Elég hosszú szöveget mondott, és körülbelül évtizedek óta a Linux kernelben dolgozik. Itt írta, hogy miken dolgozott. Például, hogyha külön driver telepítés nélkül egy nyomtatást bárhol is élveztek, akkor valószínűleg a ő munkáját is élvezitek. Akkor itt megmondta, hogy milyen SATA drivereket javított meg, milyen nem tudom, milyen MIPS-es processzoroknak javított, milyen PCI Express-es RC drivereket javított, kiknek mit köszön meg. Nagyon hosszú üzenet, és ugye mondja, hogy több ezer patchet küld, aláírt ő, tehát amit ő döntötte, hogy bemehetnek. Nagyon sok ilyen review van, meg amit tesztelt így az elmúlt évben, és itt válaszolnak neki, hogy ők nem tudnak ekkora impresszív dolgokat, hogy mennyi mindent csináltak a Linuxban, de hát bocsánat, hogy elmész, vagy szomorúak vannak, meg mit tudom én, hiányozni fogsz. Szóval vannak ilyen emberek, akik goodbye-t mondanak,
És ugye ezek az emberek azok, akik az e-mail címük még nem volt orosz, ezért az első rostán nem estek ki, és még tudtak ide irkálni válaszokat. Azt mondja, hogy itt egy másik ember, Alexander Presner, azt mondja, Oroszországban élek, Moszkvában, valószínűleg én vagyok az egyik orosz troll, idézőjelek között, nyilván nem tartja magát trollnak, akit a Linux mond, tök mindegy. A Linux már a 1.2.13-as kernel óta használja, körülbelül 30 évvel ezelőtt. Ja nem, ez a másik fizika, a másik az a drivereket csinált, ez volt, aki a driverless printinget szinte gyakorlatilag megoldotta. Néhány kódot betettem már, valószínűleg több ezret, vagy több tízezret, vagy több, hát tízezret. Azt mondja, hogy számára a szabad szoftver egyik legfontosabb dolog volt, nagyon fontos, mindenki tudott korporálni, és nem csak emberek, hanem mindenféle egymással versengő vállalatok is tudtak kooperálni, mindenféle nemzetiségűek. Sajnos ez teljesen ellene megy a szabad szoftvernek, és hogy ezzel nem tud már itt működni, hogy most már ő se lesz benne a Linuxba. Aztán azt mondja, hogy egy érdekes ilyen válasz jött erről a Enrico Weigeltről, aki szintén egy elég prominens ember a Linuxban. Azt mondja, hogy mivel a Linux projekt most már nem meritokrácia és a technikai kiválóság által vezérelt, hanem politikailag motivált, ezért ideje van néhány maintainert eltávolítani mindenféle morális problémákkal. Például olyan országokban laknak, vagy tartózkodnak, tehát olyan letelepednek, ahol vannak, vagy pedig cégeik vannak olyan országokban, akiknek a katonai szövetségeik agressziót végeztek el országok ellen, úgyhogy azt a mit tudom, ENSZ az nem engedte meg, háborús bűnöket csináltak, például a civil vagy civil infrastruktúra ellen, tömegpusztító fegyvereket használtak, deumunciót vagy nukleáris, és akik persze az első nukleáris fegyvert bevetették az emberiség történetével. És szóval szerint mindenkit kibadolt a francba, főleg az USA-ban ilyen embereket, mert ugye az USA az például bevetette a nukleáris fegyverét a második világháborúban, és azt mondja, hogy morálisan ez neki nem felel meg, úgyhogy szerint ezeket mind ki kéne patch szedni. Nyilván ez nem ment be ez a pull request, mert maga a Linus Torvaldsot is kiszedte volna ebből a listából. Aztán ez már tényleg valamennyire úgy veszik troll, de a trollság és az, hogy nem tetszik valami, és kifejezem a véleményem, az a kettő között nem olyan könnyű határt szabni. Nyilván itt igazából arról van szó, hogy ez egy protestálás, tehát nem tetszik az, hogy ezek az orosz emberek ki lettek dobva ennek az embernek, és mondta, hogy hát másoknak az országai sem éppen a Mennyországot képviselik, vagy hogy mondjam, ezért nyilván a Vatikán elvileg papíron, igen, de most azt hagyjuk. De értetek, szóval ilyen szemben nézve mindenkit el lehetne valamire távolítani, csak azért, mert valahol él. Megint ez ugye a kollektív bűnösségre próbál rámutatni, ez egy nem jó érv. Aztán itt is a Redditen is gyűjtik, hogy a rossz válaszok azok milyen dolgokat okoznak, és az Enricót is kibannolták, ugye ezt az embert, aki nem is orosz, tehát már nem csak oroszokra terjedt ki, hanem csak ugye ez az ember, aki itt nem volt túlságosan egyetértő. Valószínűleg miért bannoltak engem? Valószínűleg csak azért, mert hogy kritizáltam a őszentségét, és megmondtam, hogy ez nagyon rossz a Linuxnak, és veszélyezteti a túlélését, meg a free szoftverét jövőben. Úgyhogy itt már ez nem csak oroszokra terjedt ki, hanem bárki, aki nem ért egyet jellegű történet is lett. Aztán itt van még egy ilyen hosszú, nem ezt olvastuk. Aztán van itt egy ilyen Enrico. Ja, ezt közben megtaláltuk. Ezt azért tettem ide, egyrészt a Brian Luduk ugye lecoverelte szépen, hogy mik történtek. Persze nem magyarul, nyilván angolul. És itt a kommentek között is akartam mutatni, hogy az Enrico, ugye, akit most bannoltak, ez egy nagyon jó fej csávó. Gyakorlatilag majdnem az egyetlen, aki még karba tartja is
fejlesztés, tehát új fejlesztésekkel az Xorg szerveren, de most tudjátok rajta, hogy én a véledet mennyire nem kedvelem, szóval számomra ez baromira nem jó, hogy például azt a fickot is baszkurálják, aki szinte a egyszemélyes Xorgos ember. Jó, tehát ez már itt egy nagyon nagy probléma. És itt a végére, ugye nyilván láttátok az előbb, amikor itt a púri köztékre bekattintottam, hogy már olyat is próbálkoznak, hogy jó lenne az összes olyan embert eltakarítani a maintainerek közül, aki a LGBT izé ellen valamit mond, az mit tudom én, a YouTube-on, a Facebook-on, vagy valahol találtak róla ilyen dolgokat, hogy nem ért ezzel, pontosan egyet ezzel a ABC-s maffiával. Úgyhogy nagyon nagy komoly bajok vannak itten. Nem örülök, hogy egy ilyen videót kellett csinálni, de ez még így a USA-ban lévő változás szerei előtt még így pont be lett időzítve. Nem most írta alá a Biden ezt, tehát nem, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez hirtelen így a végén így aláírta, csak valamiért pont így volt időzítve, hogy még életbe lép. Ugye valószínűleg azért van pont erre időzítve az életbe lépése, mert így sokkal nehezebb visszavonni ezt, ugye kvázi a szankció az már megtörténik. Hát szerintem ez konkrétan megint csak nem nagyon a oroszokat érinti, inkább az egész világot jól megszivatja. Nyilván azt a pár orosz embert, aki rajta van ezen a listán, nem pár, jó pár, nagyon is sok, azt mind érinti. És persze felveti most azt a kérdést is, hogy mi történik azokkal a egyéb GPL-es projektekkel, meg egyéb más licenszű szabad szoftveres projektekkel, amik most gondolkozhatnak, hogy vajon azáltal, hogy a USA-ban van, ja mert nyilván ez az kell sajnos, hogy a trademark copyright holderje, mert hiába copyleftes a license-ed, de a Linux, az a Linux alapítványnak a foundation-jében ugye copyright-olja, tehát megvan neki a joga ahhoz, hogy használja ezt a szót, hogy Linux, ami eredetileg jó ötletnek tűnt, nyilván, mert amikor én nem tudok visszaélni vele mindenféle nem open source dolgok, csak az a baj, hogy így például, ugye mert van rá copyright, ezért amelyik országban be van jelentve a copyright, arra ez a szabály vonatkozik, ez a precedens per miatt, amit ugye mutattam korábban. Hát, megmondom őszintén, ezt nem szabadott volna hagyni, szerintem bele kellett volna állni teljesen izomból, akkor is, ha valaki nagyon nem szereti az oroszokat, vagy mit tudom én. Megértem, ez olyan ellenállás a finnek részére kicsit, mint a lengyeleknél is, van egy ilyen berögződés. És hát az a probléma, hogy viszont ez megint, ha engedik, akkor tényleg ez egy ilyen precedenst adott, és utána egyáltalán ez a történet, hogy a emberi törvények, meg a céges törvények az open source-ra is ilyen szemben ennyire erőteljesen tudjanak hatást gyakorolni, az nagyon rossz precedens, és hát megmondom őszintén, jobban örültem volna, hogyha az egész open source világ egy emberként csak úgy beleáll a dologba, úgyhogy ez ellen tesz, és nem teszi meg azt, amit itt kértek tőle. Hát nem ez történt, szóval a rossz precedens kialakult, ki tudja, mit hoz a jövő. És az is mondom, jó kérdés, hogy mondjuk most lettek ezek a választások, hogy megváltoztak a dolgok, de vajon visszakeverednek-e a most már több mint 20 érintett ember, akik mondom azért elég komoly szerepkörben voltak. Az biztosra vehető, hogy nagyon sok ember, mit tudom én, ilyen VPN-en keresztül teljesen álléven irkál a Linux-ba, úgyhogy mondjuk lehet egy orosz nemzetiségű, és ezért nem lekövethető, hogy az. Csak ugye az van, hogy volt, akik előtte felvállalták, hogy lekövethetően tudható kicsodák, és pont ők lettek megszivatva. Nem tudom, ez hova fog vezetni. Elég szomorú. Viszont ezt a videót befejeznénk. Sziasztok!